A vasadi óvoda vezetése megegyezett a helyi önkormányzattal, hogy áthelyezik a játszótérre a kötélpályát, mert a kicsiknek ez még veszélyesnek minősült, a nagyobbak ugyanakkor már bátran használhatják. A munkában a helyi vállalkozók, magánszemélyek, önkormányzati dolgozók egyaránt önként segítettek. Nagyon jó játék ez a kötélpálya, de ide az óvodánkban nagyon nagynak bizonyult, eléggé balesetveszélyesnek ítéltük meg mi is, és a felnőttek is, ezért közös megegyezés a testülettel egyetemben át fog kerülni a játszótérre, ahol nagyobb korosztályú gyerekeknek tökéletes és megfelelő játékeszköz. Megőrösödik a hely, mi fog esetleg helyette épülni itt a területen? Szerencsére sikerült más játékokat beszerezni, és ezek a játékok fognak letelepítésre kerülni. Rugós játék, szaletli fog a helyére kerülni. Kik és hogyan segítették a kötélpályának az áthelyezését? Vállalkozók, magánszemélyek és az önkormányzatnak a dolgozói segítettek a kötélpályának az elszállításában. Nagyon szépen köszönjük, ezt társadalmi munkában segítettek megvalósítani. Nem fogják hiányolni a kötélpályát, mert másik új, olyan játékok fognak a helyére kerülni, amelyik az ő életkori sajátosságaiknak megfelel. Az egykori kötélpálya mellett nagyon jó árnyékot adott több évtizeden át az a 80 éves fa, amelyet már 2 éve meg akartak menteni a pusztulástól. Most mégis a kivágása mellett döntöttek. Már 2 évvel ezelőtt megpróbáltuk megmenteni azáltal, hogy levágtunk egy nagyon vastag elszáradt ágát, de nem sikerült ez sajnos, tovább korhadt és ment tönkre ez a fa. Valószínűleg a korából fakadóan már a belseje is el van korhadva, addig nem nagyon tudtunk vele mit csinálni, amíg a kötélpálya itt volt, ugyanis nagyon tartottunk tőle, hogy nehogy véletlenül ráboruljon, de most már így a következő lépés az lesz, hogy ki fogjuk vágni ezt a fát. Nagyon sajnáljuk, mert elég jó árnyékot adott sok évtizeden keresztül, de olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok nagy idős fával van tele az udvarunk, és árnyékban bővelkedünk, valamint pótoltuk is már kis csemetékkel, hogy a következő években az is árnyékot biztosítson a gyerekek számára.